Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a mai képviselő testületi ülésünkön. A jegyzőkönyvben megállapítom, hogy határozott képesek vagyunk, 4 képviselőnk itt van. Aki a napirendben foglaltakkal egyetért, úgy kérem készfeltartással szavazunk. Köszönöm szépen. Haladnánk akkor az első napirendi pont. Az önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadásának megtárgyalása, elfogadása. Megkérném Csengeri Anegót, a pénzügyi bizottság vezetőjét, hogy mondja el. Tisztelt képviselő testület! A 18. évi költségvetés zárszámadás, megkaptuk az önkormányzattól a táblázatokat, bevételek, kiadások, tételesen, részletesen fenntartott intézmények által. Néhány dolgot szeretnék ezzel kapcsolatosan a lakosságnak tájékoztatás céljából elmondani. A költségvetés 18. évi bevétel oldalán megjelenik egy működési célú kiegészítő támogatás, ez a 23.899.000 forint. Ez eredeti előirányzatban nem szerepel, ugyanis ez évközben pályázat útján került módosításra az előirányzat. Tájékoztatást kaptunk erről, hogy a régi önhikhez hasonlóan rendkívüli önkormányzati támogatása a működési célú szállítói tartozások rendezésére, illetve rendkívüli szociális támogatása, lakásfenntartás támogatásra fordítva. Ez körülbelül, ahogy a indoklásban jegyző úr is tájékoztatott, ez 2 pályázat, mégpedig 7.807.000 forint összegben került a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra. A következő még ebbe tartozik, hogy az önkormányzat tüzelőanyag pályázatban is részt vesz minden évben, így ez közel 5,5 millió forintot jelentett, illetve a törvény írt elő a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesültek támogatásra, ez körülbelül egy olyan 2 millió forint volt ugye a lakosság részére, illetve több mint 5 millió forint volt a lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása, ezeket is tartalmazza. A következő, amit szeretnék kiemelni, megjelenik itt a bevétel oldalán egy felhasználási célú önkormányzati támogatás 300 millió forint. Ez részletesen a már elkezdett és zajló felújításokat, munkálatokat tartalmazza. Óvoda energetikai felújítása már elkezdődött és folytatódik. Aztán majd később még a műhelyre is kiternék, illetve ez az iskola parkolójának elkészítésére fordítandó majd, illetve tovább folytatódnak az útfelújítások a településen. A következő a közhatalmi bevételek részében, megnézve az eredeti és a teljesítés december 31-i állapot szerint, egy kicsit még több is keletkezett bevételként, 97.333.000 forint itt a december 31-i teljesítés oszlopában. Amit még kiemelnék ebből a táblázatból, a ingatlanok értékesítése. Ugye itt az előirányzat 3 millió forint volt, és aztán a december 31-i teljesítés 70 millió forint. Itt közben a régi iskola épületét sikerült eladni. És mivel ugye itt működött a műhely, ezért majd a kiadás oldalán ennek van egy vonzata is, amit majd mindjárt el is mondanék. Ami nagyon megnyugtató, az intézmények, az önkormányzat által fenntartott intézmények teljes mértékben és nagyon jól működnek. Természetesen ez ugye a kiadásoknál a személyjuttatásokat, a különböző járulékokat, adókat fizetik, a dologi kiadások, közüzemi számlák, úgyhogy az intézmények azok nagyon jól működnek. Következő, ami még a beruházások, itt megjelenik a táblázatban 87.916.000 forint. Természetesen eszközbeszerzésekre közfoglalkoztatottak, eszközbeszerzése, fűkasza, láncfűrész, lombszívó, tételes kimutatást kaptunk erről is, fűnyíró traktor. Aztán történt egy ingatlan vásárlás a Bányász utca 15 szám. Ez az az épület lesz, amely a műhelyre, a gépjárműparknak lesz majd kialakítva, amit ugye régi iskolát eladtunk. Aztán a Cicvár ugye eladásra fog majd kerülni, ez az önkormányzatnak a tulajdonrészt meg kellett vásárolni, mert több tulajdonosa volt, illetve történt egy Kossuth utca ingatlan vásárlás, és természetesen a köztér rekonstrukció, a Szökőkút
kialakítása. Gyönyörű szép. Igen, még a felújítási kiadások oszlopában történt egy pincérbeszakadás a Vasalbert utcán, úgyhogy itt is 5 millió forint kiadás jelenik meg, illetve amit láttunk összesítve, költségvetési bevétel, ez 975 millió, kiadás 613 millió, és itt egy ilyen 364 millió maradvány keletkezett, amely természetesen kötelezettségvállalással terhelt, hiszen ezeket a munkálatokat 19-ben is kell befejezni, illetve megvalósítani. Az orvosi rendelő felújítása, akkor a főutca felújítása, illetve a könyvtár energetikai felújítása is zajlik még, illetve az óvoda felújítása. Úgyhogy én ennyit szeretnék nagyon röviden, a táblázatot mindenki megkapta, és én elfogadásra javaslom ezt a zárszámadást. Köszönöm szépen. Képviselőtársaim, valakinek hozzáfűzni valója? István? Szokásos kommentár. Nagyon szépen köszönjük a munkát Istvánnak. A magam részéről is én is elfogadással javaslom az elszámolást. Aki ezzel egyetért, úgy kérem, készfeltartással szól. Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatos lenne még egy az elszámolási rendelet. Után a Szerencsik és Több című kistérségi társulásnak az ellenőrzése. Itt van a határozati javaslat. Ezt megkaptátok, gondolom én. Ez az ellenőrzés menetrendje. Igen. Aki minden éven szokásos, hogy ezeket a beruházásokat és minden egyes az elszámadást a Szerencsik kistérség vizsgálja. Részben igen, ez itt most az adóbevételeket terjed ki. Ugye ennek volt egy megelőző vizsgálata, ott meghatározták azokat a szempontokat, amiket kicsit igazítani kell a jogszabályokhoz. Ezt mi megoldottuk, javítottuk, és ez a javítás ment vissza a kistérségnek. Ők ezt dokumentálták, a észrevételeiket megtették, az ellenőrzés, tehát az a javaslat, ez most már megállja a helyét, és erről kell dönteni a képviselőtestületet, hogy ezt most már elfogadja. Tehát ez erre vonatkozik. Az elszámolást ezt lezártuk, most ez már a lényegében az adónemekre vonatkozott. Ja, tehát akkor arra kiigazítottátok jogszabálynak megfelelően. Így van. Nem. Ezzel kapcsolatban? Megfelel. Tehát most az arról kell dönteni, hogy a javítás alapján ez a menetrend megfelel. Csak fogalmazhatok ilyen egyszerűen. Én azt gondolom, hogy mindig a pénzügyi bizottság is, és általában a hivatal működése mindig jó kezekben van. Én a magam részéről elfogadásra javaslom. Aki ezzel egyetért, úgy kérem készfeltartásra. Köszönöm szépen. Az első napi rendi pontunk erről szól. Rátérnék a második napi rendi pontra. A községi könyvtár vezetőjének beszámolása. Megkérném Duhonyiné Nagy Zsuzsát. Ugye megkaptuk az anyagot, ehhez valami hozzáfűzni való. És először megkérdezni Zsuzsa, hogy ehhez van-e valami az írásos anyaghoz? Igazából nincsen. Tehát minden, ami történt a könyvtárban és a könyvtárral kapcsolatos, azt én leírtam, elmondtam, összegek benne vannak, rendezvények, milyen rendezvények voltak, mennyit költöttünk a megyei könyvtár által biztosított támogatásból. Hozzáfűzni való nincs. Képviselő, igen. Én szeretnék néhány szót hozzászólni. Az is megnyugtató, hogy nagyon jó kezekben van a könyvtár továbbra is. Én nagyon köszönöm a vezetőjének, mint iskola vezető, azt az együttműködést, amit nem csak az elmúlt évben, hanem azelőtt is végeztünk, és köszönjük, hogy mindig gondol a tanulóinkra is a pályázati programokban, szervez nekünk programokat, és én nagyon szépen köszönöm az együttműködést és a munkádat is. Köszönöm. Köszönjük.
Én ezt szeretném azt mondani, hogy mint magánember is, mint a klub tagjai részére is valóban mindig megfelelő programokat biztosíthatunk, úgy mint filmvetítés, internet megnézés, zeneszolgáltatás, vagy művészeknek a lehívása. Tehát ebben mindenképpen partner, és hát mi ezt csak köszönni tudjuk, mert nagyon jó nézőközönségünk van, amit csak ugye a könyvtár tud nekünk produkálni, és ezt mi szívesen veszük, és mint emberileg is, mint Zsuzsa, nagyon előzékeny az idősebb emberekkel. Köszönöm szépen. Hát, én is azt gondolom, hogy meg lehetünk elégedve. Gyakorlatilag túl azon, hogy a könyvtár nem eredeti helyén üzemel most, egy kicsit mostohábbak a körülmények a megszokottnál, de az energetikai pályázat azt gondolom, hogy záros határidőn belül elindulhat újra, mint bizonyára tudjátok, fel kellett függesztenünk, mert volt benne egy 25 milliós nem támogatott rész, de ezt sikerült megszerezni, ezt az összeget. Most az egész energetikai pályázat átdolgozás alatt zajlik, vagy a teljes összeget, most már nem a 77 millió, hanem a 25 millióval növelt összeget tudjuk az építésre fordítani. És azt gondolom, hogy így az akadálymentesítés teljes mértékben támogatott lesz. Én gratulálok, és további kitartást kívánok neked, Zsuzsa. Reméljük, hogy mi hamarabb az új helyen folytathatjátok. Aki a beszámolóval egyetért, úgy kérem kész feltartással szavazni. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Zsuzsa. Köszönöm. Következő napirendi pont az egyebek. Van-e valakinek esetleg hozzáfűzni valója? Akkor én mondanám, érkezett be egy kérelem, Vihari Viktortól a rendezési terv módosítási kérelem. Ugye nemrég lett kész a rendezési tervünk, és mint minden rendezési terv, az akkor jó, hogyha használni lehet. Viktorék megvették azon a részen, megvettek egy területet. Nagyon jó dolgot találtak, egy gyönyörű lövespályát hoztak létre. Szeretnék bővíteni ott ezt a részt. Ehhez az kell, hogy a rendezési tervünk ezt megengedje. Próbálunk megoldást találni mindenre. Beszéltem, aki a kezelési vagy a rendezési tervet csinálta, beszéltem azokkal is, módosítanák a tervet. A Vihari család vállalta azt, hogy természetesen saját költségén ezt a rendezési tervet módosítsa. Ez egy nem rövid folyamat, ez egy fél éves, talán még egy picit hosszadalmasabb folyamat is lesz. De én megkérem jegyző urat, hogy most, hogy elindul ez a rendezési terv módosítás, a meglévő rendezési tervünkhöz képest, ha valakinek más igénye, elképzelése van, azt meghirdesse, és hogyha esetleg tud, vagy úgy a képviselőtestület hozzájárul ahhoz, hogy a rendezési tervünket az ő igényeik szerint módosítsuk, úgy ha beszállnak a költségbe, akkor azt gondolom, hogy a Vihari családnak is könnyebbség lenne. Biztos felmerülnek olyan kérdések az elmúlt évek során, amik a rendezési tervet ugye nem taglalt rendesen. Én megkérem jegyző urat, hogy egy közleménybe hívja fel a itt lakók figyelmét, hogy aki meglátta, vagy látja most már a rendezési terv szerint a zónákat, akinek ettől eltérő elképzelése van, az nyújtsa be az elképzelését, és arra a képviselőtestület, illetve a rendezési terv készítője, illetve a hatóságok megvizsgálják azt, hogy ez lehetséges-e. Nem, tehát egy előzetes tájékoztatást. Egy előzetes tájékoztatást kérek, nem csak erre az egy esetre, ha esetleg több felmerül. Mert volt régebben is más igények, ugye a belterületen való építkezésnél, és akár ilyen apróságok, amik ugyan feloldhatatlan anomáliákat képeznek a hátsó támfal építéstől kezdve. Ezer más dolog, ami azt gondolom, hogy egy rendezési terv összehozásakor az egyedi sajátosságokat most már
bele kell építeni, ami nem volt a legtudatosabb, vagy legcélra vezetőbb. De nyilván ezek felmerülnek, ezek a menet közben úgyis felmerülnek ezek a dolgok. Én a magam részéről a támogatásra javaslom ezt a rendezési terv módosítást, hiszen maga a terület alkalmas arra, amit ők kitaláltak. És azt gondolom, hogy nyilván nekünk segíteni kell ezt az elképzelést, illetve a falusias környezet kialakítását, amit célul is tűzött az egész település maga köré, hogy ezeket támogassuk. Ezzel kapcsolatban valakinek hozzáfűzni valója? Én is támogatnám, mert sok programot össze lehet kötni vele, ugye a születi nappal kapcsolatban, meg a nyáron, május 1-én is, hogy ez az építmény, vagy ez a lovas pálya megépülne, akkor be lehet vonni a idegeneket is, és a helyben élnek is. Ez egy jó dolog. Más? Én a magam részéről én is elfogadásra javaslom. Aki ezzel egyetért, úgy kérem készfeltartásra a szavazni. Köszönöm szépen, akkor megkérnélek érzőről, hogy ilyen módon más is értesítsünk ki, hogy esetleg van-e másnak. Úgyis az egész rendezési tervet kell módosítani, nem csak ezt az egyet. Egy előzetes igény felmérés. Egy előzetes igény felmérés. Másnak egyéb hozzáfűzni valója esetleg? Hát én nagyon szépen megköszönöm a figyelmet. Megköszönöm az elmúlt időszakban a képviselőknek, jó néhány képviselőnek a munkáját, akik részt vettek az idei rendezvényünkön, a május 1-én, a gyereknap szervezésével. Azt gondolom, hogy már túl vagyunk rajta. Ezek nagyon sikeres rendezvények voltak. Remélem, hogy a nyár is úgy fog eltelni, hogy minél több idős és gyerek jól érezze magát ezekben a csoportos utazásokban. Én úgy tudom, hogy a Nyugdíjas Klub, ugye én mondtam, hogy második ifjúsági klub, teljesen jól szervezik a dolgaikat. Most már majdnem az egész nyár szinte ilyen havi lebontásban le van nekik fedezve programokkal, aminek nagyon örülünk, és köszönjük Icónak a munkáját. A gyerekek az iskola révén azt gondolom, hogy megint sok programban vesznek részt. Ez a szülőknek megint egy könnyebbséget fog jelenteni. Hát most már várjuk a jó időt. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és mindenkinek köszönöm a munkáját. Köszönöm.